Milyen céllal történik a toborzás? Hát több lehetőség is van ma a Magyar Honvédségen belül. Ugye attól függ, hogy ki milyen lehetőséget keres, mik azok a, mi az az élethelyzet, amiben ő szeretne a Magyar Honvédséggel megismerkedni. Gyakorlatilag tudunk kínálni állandó munka lehetőséget, illetve tudunk kínálni lehetőséget azoknak is, akiknek van munkájuk, vagy esetleg tanulnak, és mellette tartalékos katonaként szeretnének egy kicsit megismerkedni a katonák feladataival, a Magyar Honvédség tevékenységével. Milyen feltételek mellett lehet jelentkezni a toborzásra? Hát különböző feltételek természetesen attól függően, hogy milyen szinten szeretne valaki bekerülni, milyen típusú katonai szolgálatot szeretne teljesíteni. Vannak egészen könnyű bekerülési lehetőségek itt a speciális önkéntes területvédelmi tartalékos, valamint az önkéntes területvédelmi tartalékosok esetében gyakorlatilag egy pszichológiai vizsgálat és egy egészségügyi vizsgálat, egy házi orvosi vizsgálat, amin keresztül kell esniük, és utána szerződést tudnak kötni a Magyar Honvédséggel, és területvédelmi tartalékos katonaként tudnak szolgálatot teljesíteni. Aztán természetesen vannak komolyabb elvárások egy szerződéses katonának, természetesen aki mondjuk egy katonai tanintézetben szeretne tovább tanulni, számukra már azért egy kicsit komolyabb feltételeknek is meg kell felelni, de így sem teljesíthetetlenek, hiszen egy fizikai, egészségügyi, pszichikai alkalmassági vizsgálaton kell részt venni, és ezeknek a feltételeit teljesíteni. Milyen időbeli elfoglaltságot jelent például a területvédelmi tartalékos szolgálat? Igen, ez most egy nagyon aktuális téma. Az egyik, ugye az önkéntes területvédelmi tartalékos, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy havonta 2 napra kell bejönni a Magyar Honvédséghez egy felkészítésre. Ez alatt a 2 nap alatt megkapják azokat az ismereteket a tartalékos katonák, amikkel nekik rendelkezni kell. Itt nagyon fontos az, hogy a honvédség ugye a rugalmasságot tartja szem előtt, és igyekszünk minél kevesebbet távol tartani vagy elvenni a jelentkezőket a családtól, a munkahelytől. Tehát ez azt jelenti, hogy reggel bejön, elvégzi a felkészítést, és délután pedig hazamegy, otthon alszik, és másnap bejön megint a Magyar Honvédséghez. Tehát van ez a típusú elfoglaltság, illetve a legújabb szolgálati forma a speciális önkéntes területvédelmi tartalékos. Ez elsősorban azoknak kínál lehetőséget, akik elvesztették a munkájukat, itt ugye a járványhelyzet, vagy az ezt követő gazdasági problémák hatására, és gyakorlatilag egyfajta munkalehetőséget, átmeneti munkalehetőséget keresnek, hiszen számukra napi munkavégzéssel tudunk feladatot, illetve szolgálatot kínálni. Így gyakorlatilag egy napi felkészítésről van szó, ugyanúgy, mint bármelyik más civil munkahelyen, bejön reggel, elvégzi a felkészítést, délután hazamegy, aztán másnap megint. Ez ugye 6 hónapos időtartamot jelent. Ebben a 6 hónapban gyakorlatilag bármikor felmondható a szerződés, tehát egy nagyon rugalmas dologról beszélünk, hiszen ha valaki azt mondja, hogy 1 hónap múlva, 2 hónap múlva talált munkát, vagy vissza tud menni az eredeti munkahelyére, akkor természetesen minden következmény nélkül ő ezt meg tudja tenni, de már azokkal a katonai képességekkel felruházva, amiket ő az alatt az idő alatt megtanult. Mit biztosít a honvédség a jelentkezőknek? Hát elsősorban a speciális önkéntes területvédelmi tartalékosok esetében a minimálbért tudjuk biztosítani, 161 ezer forint bruttó összeget, havi összegről beszélünk, ezen felül napi egyszeri étkezést, és természetesen a felszerelést, a ruházatot, tehát mindent, ami ahhoz kell, hogy ezt a felkészítést végre tudja hajtani, azt mindent biztosítunk. Itt nagyon fontos, hogy természetesen a tartalékos katonák ugyanebben az egyenruhában, vagy ehhez hasonló egyenruhában hajtják végre a feladatokat, ők is természetesen megkapják minden olyan szükséges felszerelésüket, ami nekik a feladat végrehajtáshoz kell. A kiképzést követően hogyan változhat a katonák jövedelme? Jelentősen változhat, jelentősen módosulhat. Ugye ennek a programnak nem titkolt célja az, hogy most egy átmeneti lehetőséget biztosítunk, de aki megkedveli a honvédséget, aki megszereti, és úgy gondolkodik, hogy ő szeretne hivatásszerűen foglalkozni a katonai pályával, nekik nyilván van tovább lépési lehetőség. Szerződéses katonák lehetnek, iskolákba mehetnek tanulni, tehát számtalan lehetőségük van arra, hogy folytassák. És természetesen az összegek ehhez igazodnak, hiszen egy szerződéses katona 8 általános iskolai végzettséggel, ha bejön a Magyar Honvédséghez, akkor nettó 170 ezer forintot fog már keresni, tehát itt már ugye láthatjuk, hogy egy jelentősen
nagyobb az összeg, de mondjuk egy érettségizett esetében már 203.000 forint nettó összegről beszélünk. Tehát jóval nagyobbak az anyagi lehetőségek. Nyilván igyekszünk meghálálni azt, hogy valaki ezt komolyan veszi, komolyan szeretné csinálni, élethivatásként szeretné ő ezt választani. Illetve még egy nagyon fontos dolog van, hogy a fiatalokat várjuk. Ugye a Magyar Honvédséghez számukra továbbtanulási lehetőséget biztosítunk, és én azt gondolom, hogy remek lehetőséget, hiszen az érettségizett fiatalok az acélkocka haltisztképzési rendszerünkbe mehetnek tovább, ahol a tanulás mellett ezt a havi 203.000 forintos illetményt fogják kapni. Ez nagyon fontos, hogy illetmény, nem ösztöndíj, tehát ezt minden hónapban ők a számlájukra megkapják, és teljes ellátást is mellé, és amikor végeztek a tanulással, egy éves tanulással, akkor pedig hivatásos őrmesterként kezdik meg a szolgálatukat a Magyar Honvédségben, ami már nettó 226.000 forintos összeget jelent. Hol jelentkezhetnek a szolgálatra az érdeklődők? Jelen pillanatban Zala megye egy kicsit különleges helyzetben van ebből a szempontból, ugyanis itt a megyében három helyen is lehet már jelentkezni. Ez a legtöbb megyében csak a megyeszékhelyre összpontosul. Nálunk Zalaegerszegen, a Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Irodán a toborzó kollégák várják az érdeklődőket. Ezen kívül Keszthelyen nyitottunk egy toborzó pontot, ahol szintén várjuk az érdeklődőket, illetve Nagykanizsán is nyílt egy toborzó pont, tehát bárkinek bármelyik elérhető, nagyon szívesen várjuk és fogadjuk. Mindezek mellett nagyon jó együttműködésünk van a kormányhivatallal, ezen belül a járási hivatalokkal. Itt lentiben is kitűnő az együttműködésünk, és ezt mutatja az is, hogy nagyon sok közös előadást szerveztünk már munkanélkülieknek, honvédség iránt érdeklődőknek. Így rajtuk keresztül is természetesen fogadjuk az érdeklődőket, az érdeklődést, hiszen hogyha valaki azt mondja, hogy neki messze van Zalaegerszeg, nem tud esetleg bármilyen okból kifolyólag oda eljönni, illetve a másik két toborzópont sem elérhető, akkor itt lenti helyben megteheti ezt a jelentkezést, be kell menni a járási hivatalba, a foglalkoztatási osztályra, és ott az ott lévő kollégák segítenek abban, hogy velünk hogyan tudnak kapcsolatba lépni, illetve hát a mindenki által jól ismert formák, interneten is természetesen el lehet minket érni, telefonon is, e-mailben is. Tehát gyakorlatilag minden fórumon lehet velünk kapcsolatba lépni.